napot kívánok, üdvözlök a nézőinket. Hol vagyunk megint? Már ki vagyunk nagyon. Már kint is vagyunk nagyon. A Nyíregyházi Állatpark Bambusz héten vagyunk újra itt. A mai adásban egy mandelécés mit kezdtünk el? Csirkét fogunk készíteni cukkinivel, meg egy kis só alapú krémsajttal. Csirke mellett. Csirke mellett fogunk készíteni. Megismertem, látod? Mellett fogunk készíteni. Egy... Hogy mondjam, hogy ne bántsunk meg azt a sajtot, hogy csak só alapon van elkészítve. Olyan fehér sajta. Tehát ilyen fehér sajta lesz elkészítve, jó? Köszönjük szépen. Én fogom csinálni a ragút, ő pedig a hús, cukkini. Vagy padlizsán? Mi a kettő között a különbség? Mindenki összekeveri. Cukkini meg padlizsán. Hát a cukkini, az tök alapon, uborka szezon. A padlizsán a meg piros lila héjjal. Na így a legegyszerűbb megkülönböztetni. Hogy fogunk tálalni? Falusiasan vagy modernesen? Erre hosszú tányért fogunk tálalni. Szépen, erre nézd csak. Arra hosszúra? Akkor mehet modernesen. Csak hogy vágjam a cukkinitot. Jó, gyorsan. Az lenne már a lényeg benne, hogy gyorsan vágjam. Tehát vágok hozzá először két ilyet. Gyorsan jó, megkokszolom. Te melyik klubba melyik jön? Egyikből az egyik, a másikból meg a másik. Okos voltam? Mint mindig. Cukkinit felapítom az egyik részét ilyen szép csíkokra, a másik felét pedig egész egyszerűen meg fogom grillezni. Már csak a látvány kedvére is, hogy legyen egy szállási alapom. Szépre száll a füst, úgy, ahogy nem megy rá, pedig már legyezem is. Hogy szálljon rá a füst? Szépre, persze. Itt van szép. Egy meg egy, az kettő. Nekem is van csipeszem. Na táncoljunk is akkor. Na ez nem az a műsor. Az megsült. Nagy színpad. Köszönöm. Legközelebb, drága, még többen jöjjenek. És mindenki nézze meg a műsorunkat. Nem még egyszer megforgatom. Hadd szédüljön el. Persze. Na, és még mindig nézd csak milyen hóka. Sokan viszont írtóznak tőle. Mit tudunk róla elmondani, hogy közkedveltebb legyen mindenki számára? Semmi extra bármit íz. Én akkor sem szeretem, akkor is tök íze van. Tök. Tehát az a baj, hogy sokan azt elvonatkoztatnak attól, hogy nem is igazán tök, nem is igazán uborka, ugyanakkor mégis nagyon finom. Nagyon jó a lecsóba, nagyon jó bundázó anyagnak, nagyon jó grillen elkészítve. Nagyon jó, ha már elfogyott, az azonnak, az is nagyon jó, ha levesnek. Azonnak vége. Hát, hagyjuk. Tehát ő a nyírségnek a másik végén lakik. Igen, omega csak jelent, hogy ilyen füstöt csinálunk, érted? Tessék. Hol van füst? Tűzjelző, nem szólalt meg. Hát akkor csak jó csináljuk, nem? Akkor a csirkemel felszeletelve, megborsozva. Meg is sóztam. Ettől én nem féltem. Addig a cukkini csíkokra vágva némi lilahagyma. A paradicsomból lehet válogatni bőséggel nyári szezonban. Akár otthoni, házi, lecses, lukulusz. Ugye ez a magyar paradicsom, természetesen a magyar paradicsom. Ungarise, teljesen ungarise minden. A cukkini is, a hagyma is. A cukkini az teljesen magyar, nem? Hát hogy nem, hát halászítők. Ja, a nagyhalászban igen. Nagy halászítők, drága. Hát. Csak ezt nem mondom el, akkor úgy csészik el az emberek. Egy kis lila hagyma fel a gázra. Nem, elég az neki. Jó. Sem sertészsír, sem olaj nem kell hozzá. Hú, a sertészsír. Sertészsír, ugye? Egy picit ugye? Se? Nem, egy picit se. Pici sem kell hozzá. Abból majd fagyit csinálunk neked, jó? Mint a disznóbőr. Disznóbőr tölcsérbe, hallod? Hogy jó legyen, disznóbőr tölcsérbe lesz. Frissen. Fölözött, az, szalonnazír. Mikor? Meg tepertő turmix, vastag szívószállal. Az is jó. Ne rázzod, kavarjad. Azért, mert szeretem a lillákat, azt szeret neked mindent lehet, mi? Újpest. Én meg azt mondom, hogy békés csak, az is lila fehér, na? Akkor az nem jó? Vagy Reál Margit?
az még a másik kedvenc csapatom. Meg a FC Kadiz Barcelona, ez egy másik kedvenc csapatom. Ki van még ilyen nagyon? Csináld már. Én nagyon jó. Tessék, tessék, drága. A füst. Tehát amíg kéményből füst áll fel, tudod, ott laknak. Meg ott meleg is lehet. Hát nem biztos, hogy meleg van, lehet, hogy csak ég a ház. Bele a cukkini. Készen megy a vajtájához. Jó, anyuka. Tudom. Majd elmondjuk a viccet. Só meg bors. Anyuka, ég a fenyőfa. Készálljam a fenyőfa, nem még világít. Anyuka, már a fenyő is világít. Így van. Köszönöm. Ez volt a jó. Tetszett érteni? Sok erre? Igen. Meg bors is. Végre. Elég, köszönöm, bors. Paprikából csak egy keveset hozzá. Mégis a paprika igazán csak a látvány miatt kell hozzá, színvilágát egészíti ki, illetve az ízét teszi kicsit édesebbé. Miért is kell hozzá, hogy édes legyen, meg sós, meg bors? Az igazán só azért nem kellett volna bele, mert ez egy finom ez sajt. Egy sós sajt. Tehát sós sajthoz eleve nem teszünk plusz sót a zöldséghez. Kivéve, ha ők főzik. Ennyi. És ezt most talapzatnak fogjuk tálalni, mivel nem lesz talapzat, mert a talapzatot már megsütöttük. Erre szeretnénk feltenni a csirke mellett, majd ha megsült szépen. Hát ugye már megpróbáljuk egy kicsit ilyen artisztikussá tenni. Akkor a másik felét letöröljük, vagy mit csináljunk? Nem, ott van a hátadnál papír. Azon tálalunk, majd azon alettem ki. Ja, erre csak kivettük. Értem. Tetszik érteni, ez nem az a tálalmű lesz. Ezen lesz az a tál, amin lesz. Nem én fog mosogatni, azért merek bátran színét összekenni. Hadd piruljunk. Na most erre kellene egy pici víz. Honnan lesz víz? Onnan hátul, innan a csili mögül. Csancsóbú. Csili mögül egy picit. Még. Nagyon jó. Kevés volt a só, látod? Én mondtam. És akkor most tépünk egy kis sajtot hozzá. Ezt akár friss kecske sajttal is el lehetne készíteni, szerintem sokkal finomabb lenne. Én addig megfordulok, és teszek bele petrezselyem zöldet, szépen apróra felvágva. Mivel vágtam fel? Mi az? Nagyon gyors ez a... Szóval kutter voltam. Tessék. Én ezt másképp mondanám. Az is kábetével kezdődik, de... Hagyjuk. Ocsuk a vége. Tessék, belehúzom, így, ne. És nem hallottad a kés kopogni? Nagyon sokan szeretik használni a kés, mikor szépen felvágják a dolgot a vágódeszken, és utána elkezdik így kaparni az késnek eme oldalával. Ezt nagyon szeretném én is hallani jó sokszor. Ez az ilyen szívbe markoló dolog, mikor hallom, hogy hogy verik ki a késnek a élét. Egyszer. Hát, csak az nagyon sokkal érdekes a dolog, mikor azt mondják, hogy lehet kapni önéző kést. Na, az igen, olyan, ha lehet. Ön megélezi, akkor éles lesz. Az olyan, ha én, lehet. Akkor nem. Tessék, drága uram, elkészültünk. Tegyük fel rá. A másik dolog, amire felhívnánk a kedves nézők figyelmét, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy darabos lett, meg úgy néz ki, mintha nem lenne jó, meg ha összekapta, meg egyebek. Tehát itt, ennél a ragunál is úgy fog kinézni minden, mint ami épp, hogy csak össze van dobálva. Ez igaz is? Nagyon. Ezzel semmi gond nincs. Csak tudomásul kell venni, hogy ennek a sajtnak igazán nagyobb bevonó képessége nincs. Megkóstolom azért a... Elég sós, nem ugye? Nagyon kellemes. Én azt mondom, inkább kellemes, mint sós. De miért kéne ennek sósnak lenni? Hát, ez egy mert sós volt a sajt. Azért, mert sós volt a sajt, de én nem tettem bele annyi sót, meg annyi borsot. Én igen, tudják. Nincs benne annyi, tessék elhinni nekem.
és akkor lesz egy kis díszítés hozzá. Mondjuk sütetné hozzá egy kis chipset, mit tudom én, hagyma chipset, meg kukoricamálé chipset, meg... Már ide feltesszük. Hova tennéd, drága? Melyik végére? Nem mozgod, mert mert belezavarsz. Melyik végébe szed? Oda szed? Új, nagyon jó. És még mit tennénk rá? Egy kis zöldséglevelet. Egy kis zöldségzöldet. Amúgy is van benne zöldségzöld. Elkészült a natúr csirkénk. Egy kecskesajtos cukkinis ragúval. Mindenkinek ültek jön az ételhez. Valencsának. Együnk már belőle akkor egy kicsit, ne csak mondjuk azt, hogy jó ételhagyat kívánok mi. Sose ettünk belőle. De még nem ettünk belőle. Élő. Ebből akarsz? Élő, egyenes adásban. Én tudom, miből van, hallod? Nem ettünk. Hogy hallod? Már? Én tudom, miből nem hiszik el, hogy meg tudjuk enni. Nem az, hogy meg tudjuk enni. Az, hogy ehető. Hogyha fiúk meglátjuk, teszik fel a Facebook képeket, a fiúk nem megeszik. Tényleg. Fiúkról nagyon jó képek készültek az előző adásokból is. Ezekből, ha minden igaz, nem én, majd szerkesztő úr, doktor úr, ott ül, ha meg lehet mutatni. Majd ő fog belőle készíteni ilyen kis... Szösszenetet. Szösszenetet. Kis zízzenetet, azt mondta, zízzenetek lesznek feltéve a Kölcsei TV, Pötty, Gémail, meg majd mindjárt, majd felírják ők, mert én nem tudom elolvasni így, főleg visszafelé. Papír eltűnt, amire felírták. Papír meg eltűnt, azzal gyújtottunk be. Tényleg nem múlgat. Csókolom, jó étvágyat. Nagyon jó, öcsém. Még jól lehet.